Sziasztok, Marci vagyok, és egy kicsomagolós videóval szeretnék nektek kedveskedni, aminek nem más lesz az alanya, mindez a Sencor Ultimate 19 szoros aktív mélyláda, ami 30 cm-es hangszórót, mélynyomót rejt magában. Ennek a pontos típusa SCS-WA1203. Ezeket az értékeket tudja, ugye 30 centis mélynyomó van benne, max power, vagyis a maximális kimenő teljesítménye az 600 watt, amiből a RMS, az itt látható, az RMS az 300, ugye a maximális az a 600, és itt van minden, amit tudni kell erről a mélynyomóról. Azért szerettem volna aktív ládát, mert meg szerettem volna spórolni a erősítő, meg a mélyláda ne foglaljon plusz helyet az erősítő, ezért csak az aktív láda jöhetett szóba. Ez és a Blaupunkt GTB8200A között vaciláltam, de mivel nekem szedánom van, és ráadásul le sem dönthető az ülés, így egy erősebbet kellett vennem, mint a Blaupunktnak a nem tudom hány wattos RMS kimenő teljesítmény, azt hiszem annak csak 75 vagy 85, a franc tudja hány watt a maximális, és hát az RMS teljesítménye is szerintem az halk lenne nekem a szedámba. Hát igazából azért csinálom ezt a videót, mert nem nagyon láttam róla a neten semmit. Jó, hát ez egy garancia. Az Aquáról rendeltem, két nap alatt kihozták, ugye megrendeltem szombaton, hétfőn feldolgozták, kedden már itt is van. Erre minden igaz, egy év garancia van, de garancia idő 2017-06-20, ami azt jelenti, hogy jövő június 20-áig jó a garancia. Hát így néz ki a doboz belülről. Úgy nézem, hogy itt ezt meg kell fordítanom. Talán nem dől fel a mobil. Adtak hozzá ilyen izéket, a biztosítót. Szerintem ezzel ki lehet kötni az autóba, csomagtartóba valahol, gondolom. Hát ugye az autókban vannak ma már ilyen kampók, most hát ilyen izék a csomagtartóba, ahova ki lehet kötni. És adtak hozzá egy plusz biztosítékot, egy 30 amperes biztosítékot, vagy nem, lehet, hogy nem is plusz, hanem nincsen benne, nincs behelyezve előre az aktív ládába. Hoppá, elnézést, majd most mindjárt kiderül. Hoppá, hát ezek meg, adtak itt mindenféle jóságot. Tettük a dobozából. Na, ilyet adtak hozzá, ilyen csavarok, meg nagyon hosszú csavarok, meg ezek a műanyag genyók. Nem tudom, ezek lehetnek a lábai? Vagy ezen nincsen alapból ilyen láb? Nem tudom. Fogalmam nincs. Nem, hát mondom, nem láttam még jól a videót. Talán a használati utasításban. Aktív subwoofer, úgy nézem, hogy itt lesz izé magyar használati utasítás. Elnézést, hogy nincsen izé kameraállvány, de telefonommal veszem. Na. Ez itt még a szlovák. Jó, hát innen van a magyar. Itt vannak fontos biztonsági előírások, és itt vannak, itt van a bekötési rajz. Ugye van egy távirányító szál, ami a rádiótól jön. Az kék színű, ugye a rádió mögötti bekötésnél is kék színű. Itt van az RCA kábelek, amiket szintén a rádiótól kell hátrahozni. A rádiótól mutatja ez a pozitívot, meg a negatívot, nem, az akkumulátortól
Ugye én hátraúztam az akkumulátortól hátra teljesen az akkumulátorhoz egy piros vezetéket. Meg hát ugye minden vezetéket hátrahúztam én, egyedül a negatívot az egyik csomagtartó test pontról húztam a negatívot, ugye és vettem egy ilyen kábel készletet, és abban 1 méteres volt a testnek a vezetéke. Itt is leírnak mindent, amit ugye a dobozon már láttunk, hogy mi mit tud. Úgy lényegében nagyon sok mindent nem írnak róla. Van egy bekötésünk, amit ugye én meg tudok csinálni. Meg itt, hogy hatása felérzeti elektronikára, bla 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 bla. Jó, ez minket nem érdekel. Na, kiszedjük így. Ott van a dobozából. Ugye pillanatra megijedtem, hogy fordítva fogom a telefont. Jó, kiszedtük. És hogy. Jaj, mur. Mindjárt letaposom itt a izéket, bazd meg. Bocsánat. Pillanat. Nézem, hogy mire tapostam itt rá, bazd meg. Hú, az anyja mindenség itt mekkora. Hát így néz ki. Itt van maga a mélynyomó. Jó nagy gumi széle van neki. Remélem, hogy ez majd tud szépeket izéni, rugózni. Illetve itt van a hátulja. Itt lehet, hogy kapcsolok egy lámpát, igen. Itt ugye mindenben van szépen. Tekergetni lehet ugye mindent. Fogalmam nincs, hogy mi micsodát tekerünk. Itt vannak a... Itt ugye itt a pozitív, ez lesz itt a test, ez pedig középen a távirányító, és ide jönnek az RCA kábelek. Ezek itt le vannak izéve, dugózva. Van benne amúgy alapból biztosíték, szóval egy pót biztosítékot küldtek. Itt van a védelem, piros színű, ott meg a power ugye a zöld. Meg be tudunk nézni. Ó, nagy mély nyomó ez, gyerekek. Hatalmas. Nem is írja itt alul, de. Itt alul írja, hogy a 12 volt, a remote, ugye a tájirányító, meg a GND, az pedig a test lesz. Jó. Ah, nagyon jól néz ki. Ugye a képeken ez az Ultimate felirat mindenhol, nézzétek meg, itt is látszik, hogy az Ultimate felirat itt van lent, alul, ott is. Itt viszont a kész terméken már feljebb van. Hát jó, végül is ez most rohadtul nem számít, csak ez egy észrevétel. Elég nagy és masszív. Ezeket a kis lábakat nem tudom, hogy hova kell, mindjárt megnézzük alul. Hát nem tudom, mert ugye látjátok, itt van neki lába, amivel meg tud állni. Ugye ezeket a tartozékokat kaptuk hozzá. Fogalmam is. Ugye arról nem említettek semmit, hogy hova valóak. Ugye nekünk kellene rájönnünk. Na mindegy. Csak ki szerettem volna csomagolni nektek videóban, mert egyetlen egyet sem találtam a neten. Magyarul meg főleg nem. És akkor így most már van róla némi fogalmatok, hogy hogy néz ki, mire kell számítani. Majd lesznek videók, hogy hogyan szól. Szóval az nem fog elmaradni. Lesznek jó kis basszus tesztelő zenék, szóval várjátok szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!